Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Kampány. A Fidesz szerint Európa jövője a tét a közelgő választásokon. Kábítószerkereskedelem. 10 ember érintett a tolnai drogügyben. IQ központ épület Szekszárdon, a megyeszéke is segíti Paks 2 megvalósítását. 40-en esküdtek katonának, Szekszárdon 30 éve nem történt ilyen jelentős esemény. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Soha nem volt még ekkora tétje a májusi európai parlamenti választásoknak, mondta Gál Kinga, a Fidesz EP képviselője a Szekszárdon tartott Tolna megyei kampánynyitó fórumon. A megjelent képviselők szerint elfogadhatatlan az a terv, hogy 25%-kal kevesebb pénzt kapjon Magyarország fejlesztésekre. Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint nem szabad engedni a bevándorláspárti nyomásnak és elfogadni azt az uniós tervet, hogy a fejlesztési pénzeket a bevándorlók számához kötik, és büntetik azokat a tagállamokat, akik erre nemet mondanak. Ha megkaparjuk, hogy mi van mögötte, az van mögötte, hogy ha nem megyünk együtt a többiekkel azzal, hogy hogy legyünk bevándorló ország, akkor büntetni akarnak, és most olyan elképzelések vannak, hogy ezek a büntetések akár pénzek, komoly pénzeket is jelentsenek, kohéziós pénzek elvonását. Ezt mi nem akarjuk, ezért keleményen küzdünk, ezért nem mindegy, hogy hányan leszünk ott az Európai Parlamentben, akik ezért küzdeni tudunk. A kampányító rendezvényen megjelentek szerint elfogadhatatlan az a terv, hogy 25%-kal kevesebb pénzt kapjon Magyarország az Európai Unió bevándorlás politikája miatt. Ribányi József a régiók bizottságának magyar delegáció vezetője, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke úgy véli, a magyar kistelepüléseknek nagy szükségük lenne a fejlesztésekre, különösen azért, mert a jelenlegi pályázati rendszerben inkább a nagy települések tudnak helyzetbe kerülni. A jelenlegi bizottság és parlament elképzelése szerint pénzeket kellene átcsoportosítani a migrációra. Ez a jelen számok azt mutatják, hogy 25%-kal kevesebb pénzt szeretnének Magyarországnak adni, holott nekünk meg nagyon komoly kihívásaink vannak, és szeretnénk egy olyan parlamentet, ahol ezeket a pénzeket nemhogy csökkentenék, hanem inkább növelnék. Süli János tárca nélküli miniszter úgy látja, ez a régió az elmúlt években kimaradt a fejlesztésekből, kevés új üzem került például ide, ez már csak a paksi atomerőmű bővítése és az azt követő időszak miatt is fontos lenne, jelentette ki. Azt szeretnénk, hogyha itt a Győr, Székesfehérvár, Dunajváros, Kecskemét vonal alatt is jelentős fejlesztéseket tudnánk végrehajtani, mert ennek a régiónak szüksége is van rá. A fórumon megjelentek úgy vélik, annak érdekében, hogy a Magyarországra jutó fejlesztési pénzek ezen a szinten maradjanak, és ez a régió tovább fejlődjön. Olyan parlamenti bizottságra, olyan európai parlamentre van szükség, ami ezt támogatja. A munkahelyek számának bővülésével párhuzamosan a keresetek is nőttek Magyarországon, ami azt jelzi, hogy a magyar gazdaság növekedési, erősödési fázisban van, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken a legújabb statisztikai adatokat kommentálva. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a versenyszférában a bérnövekedés magasabb volt, mint a közszférában, a 3,6%-os rendkívül alacsony munkanélküliségi ráta arra készteti a munkaadókat, hogy béremeléssel tartsák meg a jobban képzett munkaerőt, jegyezte meg a miniszter. Hozzátette, némely vállalatnál láthatóan beruházásokkal, technológiai fejlesztésekkel is enyhítik a munkaerőhiányt. Drágultak az üzemanyagok, péntektől 6 forinttal emelte a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti árát a MOL. Az emeléssel a benzin átlagára 377 forintra, a dízeli 389 forintra drágult. Az üzemanyagok árai legutóbb szerdán változtak, akkor a benzin literenkénti 5 forinttal emelkedett, míg a gázolajé 2 forinttal lett olcsóbb.
Marihuánát és új pszichoaktív anyagot árult egy 29 éves férfi Tolnán, aki ellen tavaly márciusban indult büntető eljárás. Az egyéves nyomozás során kiderült, hogy a férfi rendszeresen kereskedett kábítószerrel. A nála tartott házkutatás során kábítószergyanús növényi származékot találtak, melyről a vegyész szakértő megállapította, hogy marihuána. A rendőrök a nyomozást befejezték, és a keletkezett iratokat a napokban megküldték a szekszárdi járási ügyészségnek. A férfit 2-től 8 évig terjedő börtönre ítélheti a bíróság. A nyomozás során további 9 embert hoztak összefüggésbe az üggyel, őket gyanúsítottként hallgatták ki, ügyükben még tart a vizsgálat. Az eljárásban további 9 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, különböző kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt, valamint egy személlyel szemben pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt szabálysértési eljárást is indítottak. Az ügyben az eljárási cselekményeket a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai elvégezték, és a napokban a szekszárdi járási ügyészségnek az iratokat megküldték. Együttműködési megállapodást köthet Szekszárd városa Süli János tárca nélküli miniszterrel. Ez több terület mellett leginkább a szakképzés fejlődésére lehet majd hatással. A közgyűlés döntött arról is, hogy eladják az önkormányzati tulajdonban lévő Kaminusz tüzeléstechnikai Kft.-t. Munkaerő utánpótlás közszolgáltatási együttműködés mind olyan témák, melyekben Szekszárd segítheti a paksi atomerőmű bővítését, cserébe pedig ehhez kapcsolódó beruházások is megvalósulhatnak a városban. Ács Rezső polgármester szerint a legfontosabb a szakképzés fejlesztése lehet. A mi szakképzési forrásaink, amik a Mondani Városok program keretében majd felhasználásra kerülnek, ezek nagyon szorosan kapcsolnak az erőmű szakképzési centrumának megvalósításához, illetve egy IQ központot szeretnének Szekszárdon megvalósítani, létrehozni. Mi azt szeretnénk, hogy ez az IQ központ és a mi szakképzési rendszerünk összekapcsolódhatna, és azt gondolom, hogy ezzel tudjuk a legtöbbet segíteni a bővítésnek, vagy éppen Szekszárdon működő helyi vállalkozásoknak is. Zárt ülésen arról döntöttek a képviselők, hogy eladják az önkormányzati tulajdonban lévő Kaminusz Kft.-t, ami korábban kéményseprésssel foglalkozott. Ezt a feladatot ma már a katasztrófavédelem ingyen látja el, így a cég tulajdonképpen kiürült, a város mégis jól szállhat ki belőle. 55 millió forintot fektettünk be, nagyjából 100 milliót tudtunk osztalék egyéb formában a város költségvetésébe átcsoportosítani, és a Páskun utcában most ezzel a döntéssel a tulajdonunkba fog átkerülni a meglévő tüzeléstechnikai Kft.-nek az épülete is. Tehát én azt gondolom, hogy egy jobb befektetés volt a város részéről, és egy jobb ingatlannal, illetve pénzeszközöket tudtunk gazdagodni. A közgyűlés megteremtette a lehetőségét annak is, hogy újra pályázhassanak a Kessejusi út teljes felújítására, ezekkel együtt pedig az ipari parkok megközelíthetőségét javító beruházásokra, melynek része az új elkerülő út is. A munkák értéke meghaladja 4 milliárd forintot. Sikerült nyertest hirdetni Tolnán a játszóház kialakítására. A volt laktanya utolsó romosan maradt épülete kapna új funkciót egy topos pályázatnak köszönhetően. Korábban a rendelkezésre álló összegnél lényegesen magasabb árakat adtak a pályázók. Most is hiányzik még körülbelül 75 millió forint. Erre többlettámogatási igényt nyújt be a város, és csak akkor írják alá a szerződést, ha már az is rendelkezésre áll. Az egyik pályázatunknál már meg is kaptuk a többlettámogatási igényt, tehát én azt gondolom, hogyha valós számokkal alá tudjuk támasztani azt, hogy mi az, ami az áremelkedést okozta, akkor a kormány jóvá hagyja ezt, és remélem, hogy a többi pályázatunknál is, amikre benyújtottunk többlettámogatási igényt, pozitív elbírálás alá fog esni, és meg fogjuk kapni ezeket a hiányzó összegeket. 2019-től a klímaváltozás és a gazdálkodók igényeihez igazodva meghosszabbítja az öntözési idényt a kormány, közölte az Agrárminisztérium államtitkára egy sajtótájékoztatón. Döntésüknek értelmében az idei évtől kezdve az eddigi április 15-től szeptember 30-áig tartó időszak helyett március 1-től október 31-ig tart az öntözési idény. Önkéntes katonák tettek esküt Szekszárdon, Barát István dandártábornok beszédében kiemelte, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc idején is önkéntesekből képeztek katonákat, akik lojálisak voltak hazájukhoz a legnagyobb bajban is. Katonák vonulnak az önkéntesek eskütételére a Béla térre. Idén 40-en esküdtek fel a hazavédelmére.
A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred 69. Horváth József területvédelmi zászlóaljában szolgálatot teljesítő katonák eskütétere előtt utoljára hasonló eseménynek 30 éve adott otthont Szekszárd. Barát István dandártábornok elmondta, a hazavédelme az önkéntes katonák nélkül nem valósítható meg. Az önkéntességnek egyik kritériuma a 18. életévnek a betöltése. De itt a téren állnak olyanok is, akik még a 18. életévüket nem töltötték be. Igen, nagyon fontos a fiataloknak a megszólítása, a fiataloknak a részvétele a hazavédelmében, ebben a felkészítésben, és ma már közel 1300 ilyen diák tanul Magyarországon, számos olyan kadétképző szakcentrumban, szakközépiskolában, különböző középiskolákban folytató tanulmányokat folytatják, ahol ezekhez csatlakoztak, és idén szeptemberből még többen fognak reménysünk szerint csatlakozni. A 2017-ben bevezetett önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati forma azoknak a 18. életévüket betöltött fiataloknak ad lehetőséget a szolgálatra, akik a civil életük mellett vállalják a katonai szolgálatot. A rendezvényen Horváth Kálmán kormány megbízott, a Tolna megyei Védelmi Bizottság elnöke a tartalékosok szolgálatvállalását megköszönve egy zászlószalagot kötött az ezred csapat zászlajára. Békeidőben ezek az emberek, akik itt most esküdtettek és egyébként tartalékos katonák lesznek, ezek adott szituációban, vészhelyzetben, akár időjárási viszontagságnak is köszönhetően árvíznél legyenek jelen, és a hazájukat és az otthonukat, tehát a szűkebb élő életterüket, az otthonuk közelét, azt védjék meg. Az önkéntes tartalékos szolgálat létrehozásának egyik oka a honvédelem és a társadalom kapcsolatának a fejlesztése, valamint az esetleges későbbi szolgálati jogviszonyváltása volt. A területi alapon szerveződő önkéntes területvédelmi tartalékosok vonatkozásában az a cél, hogy az Zrínyi 2026 program végére Magyarország 197 járásában legyen legalább 1 századnyi kiképzett alapegység. A tartalékos szolgálatot teljesítők összlétszáma már a meghaladta 8000 főt, ebből több mint 2500-an területvédelmi tartalékos katonák. Befejeződött az a 205 millió forintos támogatású Európai Uniós program Bonyhádon, melynek célja a kerékpáros közlekedés népszerűsítése és a szemléletformálás. A program keretében új, a kerékpáros közlekedést segítő utak épültek a városban, és nagy hangsúlyt fektettek a szemléletformálásra is. A program záró eseményén az általános iskolások ismerkedtek meg a kerékpározás közlekedés szabályaival, és fejlesztették technikai tudásukat is. A szülőknek is nagyon fontos azon elgondolkodni, hogy addig, amíg a gyermekük nem rendelkezik megfelelő közlekedési vagy alapszintű közlekedési tudással, és nyilván egy jól felszerelt kerékpárral, addig a közutakra nem biztos, hogy célszerű kiengedni őket. Sajtótájékoztató keretében mutattak be Szekszárdon egy gemencről szóló könyvet. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, a helyi önkormányzat komoly lehetőséget lát Közép-Európa legnagyobb ártéri erdejében, ezért a jövőben komoly fejlesztést terveznek oda. Zöld tájak, állatok, ökoturizmus. Erről szól Vitéz Attila legújabb könyve, ami a Gemenc ma címmel jelent meg. A sajtótájékoztató keretein belül elhangzott, hogy a szerző felajánlotta a könyvet a megyei könyvtárnak, valamint az általános és középiskolásoknak. Ács Rezső, Szekszárd város polgármestere elmondta, hogy nagyon fontos az a kapcsolat, ami létezik Szekszárd és Gemenc között. Azt szeretnék, hogy a gemenci környezet jobban belekapcsolódjon a város életébe, így a szekszárdi családok jobban ki tudják használni a térség adta lehetőségeket. Ennek hatására döntött úgy Szekszárd városa, hogy a gemenci erdőben egy látogatói központot létesítenek. A Gemenc ma című fotóalbum László Anasztázia fotóival, Elblinger Ferenc szövegeivel és Erki Nagy Tibor tipográfus munkáival jelent meg. Egyrészt a mozgásra, másrészt pedig arra, hogy védjük meg ezt a területet. Ugye Gemenc az egy ártér, ma a klímaváltozás időszakában erről nem egy könnyű nyilatkozni, hogy mi lesz Gemenccel mondjuk 50-100 év múlva, de én úgy gondolom, hogy nagyon kell rá vigyázni, és a vigyázáshoz az kell, hogy minél többen tudják, hogy ez egy mekkora értéket képvisel. A gemenci ökocentrum fejlesztésének előkészületei már a következő évben elkezdődnek, felújítják a Keselyési utat és kerékpárutat is építenek. 2021-re a vadászati világkiállításra át szeretnék adni a gemenci ökocentrumot, addig is viszont fotók és könyvek formájában mutatják be a gemenci erdő szépségeit.
A Magyar Mentőszolgálata a világ egyik legkülönlegesebb ilyen szervezete abból a szempontból, hogy a világ országaiban nincs országos rendszerben működő szervezet, mondta Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője Medinán. Györfi szerint az emberek kettős mércével mérik a mentők munkáját. Egyrészt elismerik a szükségességét és fontosságát, ezzel szemben sok esetben nem nyújtanak megfelelő segítséget például a közlekedésben. Aki ma születik, az hosszabb életre számíthat, mint az 5 évvel ezelőtt született gyerekek. De ami nem ilyen jó hír, az az, hogy egyre tovább élünk betegen, vagyis az egészségben várható élettartam nem nő. Ez ellen kéne valamit tenni, vagyis az egészségünket kéne minél tovább megőrizni, ebben igyekszem a segítséget nyújtani. Regionális híreink következnek. Együttműködési megállapodás. A polgárőrök fontos szerepet játszanak a bűnmegelőzési stratégiában. 227 millió forint áll rendelkezésre fejlesztésekre, pécsi helyi felhívásokat ismertetett a pécsi helyi akciócsoport. Sportág kiválasztást elősegítő program, speciális mérések a Cserepka iskolában. Együttműködési megállapodást írt alá Alsó-Mocsolád önkormányzata a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségével. Az összefogás a térség bűnmegelőzési stratégiájának fontos része. Az Északhegyháti mikrotérség 5 települések közül ugyanis csak 3 községben működik szervezetten polgárőri tevékenység. A lépésváltás program keretében megrendezett eseményen a helyiek megismerkedhettek a megye és a térség helyzetével. Biztonságos Északhegyhád címmel tartottak előadást Alsó-Mocsoládon. A baranyai településen a lépésváltás program keretén belül minden hónapban rendeznek egy-egy programot Kulcsemberek klubja elnevezéssel. Itt olyan civil szervezetek, intézmények, cégek vezetői mutatkoznak be, akik sokat tettek a közösségért. Különböző programokat hozunk nekik minden hónapban. Az idei hónap a közbiztonságról szól. Nekünk nagyon fontos, hogy mindig bemutatkozzon a térségben valamilyen szereplő, adott esetben egy vállalkozó vagy egy intézmény. A legutolsó alkalommal az információs pontokat mutattuk be, most meg a közbiztonság van napirenden. A rendezvényen elsősorban a polgárőrök álltak a középpontban. A programban ugyanis részt vesz a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége. A polgárőr szervezség a településeken működő polgárőr egyesületek útján kapcsolódott be. Ugye ebbe a térségben az 5 település között 3 településen van polgárőr egyesület, a többi előkészítés alatt áll, és ebben a projekt keretén belül a bűnmegelőzési koncepció került kialakításra. Ebben a stratégiában nagy szerepet kap a polgárőrség. Ezt megerősítendő együttműködési megállapodást írt alá Cseh László és Dicső László. Az összefogásnak köszönhetően Alsó-Mocsolád, Mágocs és Nagyhajmás mellett Bikal és Mekényes településein is működhet szervezett polgárőri tevékenység. Pécsi helyi felhívásokat bemutató szakmai fórumot rendezett a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület. A Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása című projekt célja a közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése Pécs városában. A Pécsi Helyi Akciócsoport ezen tevékenysége vonatkozásában 6 darab pályázati felhívást jelenít meg. 3-at a tavalyi évben jelentettünk meg, ezek már lezárultak. Idén 2 felhívás megjelentetésére került eddig sor. Az egyik a Hirdi Közösségi Ház fejlesztését támogató kulcsprojekt, aminek keretében 95 milliós támogatással lehet létrehozni a Hirdi Közösségi Házat, a másik pedig az infrastruktúrális beruházásokat támogató nyílt felhívásunk. Ennek keretében 132,5 milliós keretösszeg áll rendelkezésre arra, hogy kisléptékű játszótereket, szabadtéri rendezvény infrastruktúrát hozzanak létre a pályázók, illetve meglévő közösségi házakat fejlesztenek, vagy új közösségi házakat hozzanak létre. Idén tavasszal 9 megyében közel 42 ezer négyzetkilométernyi területen végzi a rókák veszettség elleni vakcinázását az Állategészségügyi Hatóság. A kezelt területek térképe és az érintett települések listája a Nébih honlapján olvasható. Baranyában április 3-a és 8-a között helyezik ki a csalétkeket a lakóterületeken kívül. Ezek az emberek számára kellemetlen szagú falatok tartalmazzák az oltóanyagot. Ezután 21 napig, azaz április 29-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a hatóság.
A kutyákat csak pórházon szájkosárral lehet sétáltatni. Magán a terület, tehát hogyha zárt helyen vannak a kutyák, akkor természetesen ott nem vonatkozik rá. Nagyon fontos, hogy a kutyáknak meglegyen a veszettség elleni oltása. Ugye a macskáknál is lehetőleg, ugye őnek nem kötelező, de jó, ha megvan a veszettség elleni oltás. És akkor bízunk benne, hogy tényleg nagyon kevés esetben fog előfordulni. Egyébként az látszik, hogy az utóbbi években borzasztóan lecsökkent a száma a veszettség a fertőzött eseteknek. Egész konkrétan tavaly egy ilyen esetet sem jegyeztünk föl, tavaly előtt pedig egyet összesen. Sporták kiválasztást elősegítő programot indított a város köznevelési típusú sportiskolája, a Cserepka iskola. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának munkatársai és hallgatói speciális mérésekkel segítik a munkát. A tavaszi antropometriai méréseket a közelmúltban végezték el. Antropometriai vizsgálatot végeznek épp az egészségtudományi kar harmadéves hallgatói a Cserepka iskolában. A cél a növésben lévő gyerekek alkati adottságainak feltérképezése és azon sportágak vagy mozgásformák körének beazonosítása, melyben egy-egy fiatal genetikai alkatából adódóan eredményes lehet. Megmérték a tenyerünknek a kerületét, megmérték a combkerületet, megmérték az alkar meg a felkar kerületét, mértek súlyt, magasságot. Az antropometriai mérés során speciális eszközökkel feltérképezik a testalkatot és a csontozatot, valamint az élettani funkciók közül figyelik a szívműködést, a légzést és a keringést. Azért fontosak ezek a mérések, mert megállapítható belőle a gyermeknek a biológiai életkora, tehát hogy független attól, hogy naptári életkor szerint hány évesek, a biológiájuk, a biológiai fejlettségük hol tart. Tudunk a szülőknek adni egy becslést, hogy körülbelül milyen magasak lesznek a gyerekek felnőtt korban, illetve meghatározható a testalkatnak a kérdése is, és ebből a három adatból már a szülő láthatja, hogy melyik az a sportág, ami igazán optimális a gyermek számára. A Pécsi köznevelési típusú sportiskolában 6-7-es ciklusban judó, torna, labdarúgás, kosárlabda, szivacskézilabda, tollaslabda, vívás és úszás sportágakban próbálhatják ki magukat a gyerekek. Az iskola és az LTK között már tavaly elindult ez a kapcsolat. Nekünk nagyon fontos ez a mérés, hiszen mint sportiskola, nekünk nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek sikeres legyen a sportág választása, hogy sikerélmény legyen maga a mozgás. Az antropometriai mérés az megalapozza azt a tudományos alapot, hogy abban az adott sportágban a gyerek valóban alkalmas lesz és sikeres lesz-e. Az adatok meghatározóak lehetnek az utánpótlás nevelés szempontjából, csökkenhet a túlterhelés és az ebből adódó sérülés veszély. A Cserepka iskola sportosztályainak szűrése lehetővé teszi, hogy a tanulóknak olyan sportágat javasoljanak a szakemberek az eredmények alapján, melyben várhatóan sikeresek lesznek. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Kampány. A Fidesz szerint Európa jövője a tét a közelgő választásokon. Kábítószerkereskedelem. 10 ember érintett a tolnai drogügyben. IQ központ épület Szekszárdon. A megyeszéke is segíti Paks 2 megvalósítását. 40-en esküdtek katonának. Szekszárdon 30 éve nem történt ilyen jelentős esemény. Hétvégén napos időben tovább fokozódik a nappali felmelegedés, a légmozgás gyenge, változó irányú marad, csapadék nem várható, éjszakánként is nyugodt idő következik. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, viszontlátásra!